Hamarosan érkezik az a több mint 11 ezer tyúk, amik ebben a teljesen új csarnokban tojnak majd naponta 11-12 ezer tojást. Az automatizált fedett, úgynevezett alternatív rendszer lehetővé teszi, hogy a csarnokban elszigeteljék őket minden olyan szennyeződéstől, amit vadon élő madarak juttathatnak a közelükbe, de mégse kelljen őket ketrecekben tartani. Ezzel pedig csökken a stressz hatás, aminek köszönhetően sokkal jobb minőségi tojást adnak. Stresszmentes körülményeket tudunk neki biztosítani. Tehát nincsenek összezsúfolva egy 40x40 centis ketrecbe, ahol le kell élni az életüket, hanem ez az egész terület rendelkezésükre áll. Nyilván ez a stresszmentes lét és stresszmentes élet, ez meg fog jelenni a végtermék minőségében, vagyis a tojásban is. Nyilván kevesebb stressz hormon képződik, tehát kevesebb stresszfehérjes hormon kerül bele már eleve a tojásba. Tehát ebből az állományból, vagy ilyen állományból származó végtermékekben, tojásokban sokkal kevesebb az úgynevezett idegen anyag, tehát stresszhormonok, stresszfehérjék, ami aztán későbbiekben nem kumulálódik a fogyasztó szervezetében. A mostani beruházás mintegy 750 millió forintból valósult meg, aminek 50%-a vissza nem térítendő támogatás volt. FAD polgármestere azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően nem csak új munkahelyek jönnek létre, de egy olyan helyi cég működése válik még stabilabbá, aminek már eddig is sokat köszönhetett a település. Egy olyan családról beszélünk, ami mindig is nagyon érzékeny volt a település iránt is, hiszen bármilyen segítséggel fordultunk hozzájuk, mindig segítettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van, nagyon örülünk neki, hogy sikerül nekik fejleszteni. A létszámot is tudják bővíteni, tehát még több ember fog itt a telepen dolgozni. És ami nekem külön örömömre szolgált, hogy nyilván az itt megtermelt tojást majd a különböző üzletláncokban viszik értékesíteni, de lesz itt a telep mellett egy, már föl is van állítva egy ilyen könnyűszerkezetes kis épület, ahol helyi árusítást is fognak folytatni. A tojásfarm átadóján Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a Reibling család már 3 évtizede foglalkozik rendkívül sikeresen sertéstenyésztéssel. Ez pedig garanciát jelent arra, hogy a mostani profilbővítésük tovább erősíti a térség gazdaságát. Ha visszatekintünk az elmúlt 30 évben, hogy az állattartáshoz kapcsolódó mindenféle nehézségeken keresztül tudott menni, és mindig nagy, magas színvonalai, szakmai színvonalon termelt a Dunaib Kft., akkor én biztos vagyok benne, hogy a következő 30 évben nem csak a sertésben, hanem a tojásállításban is ilyen sikeresek lesznek, és nekünk vásárlóknak, fogyasztóknak megint lesz egy arra lehetőségünk, hogy közvetlenül a termelőktől jó minőségű ellenőrzött magyar élelmiszer alapanyagot tudjunk vásárolni. A Dunaib Kft. Tojásfarmja az ott megtermelt élelmiszert a tervek szerint teljes egészében belföldön értékesíti majd.